Sziasztok! Na most csinálok egy házi kis alapédességet. Igazából én azt gondolom, hogy egy háztartásból sem szokott hiányozni. Az olyan kis otthoni kis sütike, kis egyszerű. Ezt mama is mindig megcsinálta, és most szezonja is van. Hát mi más is lenne, mint egy almás porlós. Mifelénk úgy hívják, hogy porlós. Legalábbis mama mindig így mondta, hogy almás porlós, mert a tésztájára vonatkozólag olyan kis porhanyós a süti. Puha a közepe az almától. Ezt fogjuk elkészíteni. Mondhatni, hogy szabolcsi módra, ezt azért mondom, mert hát azért a szabolcsi alma azért híres. Itt nagyon sokfélét termelünk, úgyhogy lehet válogatni, hogy milyen almákból, de most nagyon gyorsan állítsuk össze a tésztát. Szóval hát citáltuk a lisztet, majd a végén leírom, hogy miből mennyi. Egyébként azt most így hirtelenségből elmondom, hogy én fél kilóból fogom, mert nálunk szeretjük, hogyha van egy kis tészta is alatta. És akkor egy 250 g-os vagy 25 dekás vaj, vagy ha valaki margarinnal akar dolgozni, akkor margarin. Na de azt is elmondanám, hogy ha valaki zsírral akar készíteni, az én nagymamám egyébként mindig zsírral csinálta, abból ezt tudni kell, hogy soha nem kell annyit tenni. Mondhatni, hogy majdnem, hogy a fele, amire szükség van. Például ebben az esetben abból 15 deka elég, ha valaki zsírral akar. Szóval mindenki találja meg a számítását. Ezt most elmorzsoljuk. Egyébként nagyon hamar összeáll ez a tészta. Nem egy nagy bonyolult. Úgyhogy ezt majd mindjárt meg fogjátok látni. Ilyen kis apamacik is meg tudják csinálni otthon. Mindjárt hozzáhaigáljuk a többit, és akkor igazából csak mutatok majd egy módszert is, már a címében is benne lesz. Aki nem akar, akkor majd nem fog itt ilyennekkel foglalkozni, hogy kinyújtunk, meg ilyesmi, akinek nem szimpatikus, vagy nincs erre még berendezkedve, nem szokott ilyeneket csinálni, akkor majd a reszelős módszert is megmutatom. Mert ugyanis ez a tészta arról szól, hogy ez egy linzeres alaptészta tulajdonképpen, úgyhogy nem fontos itt nyújtogatni. Kedvetekért kétféleképpen is megcsinálom egy tepsin belül. Ha megvagyunk a morzsolással, ami körülbelül egy fél perccel tartott tovább, mint amit láttatok, még talán annyival se, akkor egy csipet show, de ezt tényleg úgy kell elképzelni, egy csipet. Nem kell ettől félni most, hogy egy picit kevesebb, vagy picit több, akkor nem kell ezt annyira centizgetni, csak azt akarok mondani. Akkor megy bele egy sütőpor, amúgy egy fél is elég lenne, vagy akár még a nélkül is, én azért szoktam bele tenni, mindegy. Megy bele egy vaníliás cukor, aztán megy bele porcukor. Le fogom majd írni a mennyiséget végén. Megy bele egy darab tojásnak a sárgája. Kész. Elég. Fehérjét is fel fogjuk használni, mert az ilyen csüllöngőket én se szeretem, de ez elég bele. És akkor, ami még fontos, tejfölből, ha lehet, akkor 20%-osból, hát olyan két evőkanálnyit. Mind olyan puposan. Kész. És akkor ezt össze kell dolgozni, de még van itt nekem ez a citrom, aminek a héját belereszelem, összedolgozom, és akkor mutatjuk a továbbiakat. És akkor, ha le van reszelve a citrom, akkor ezt összedolgozzuk szépen, míg össze nem áll. Na hát a pici csipet só azért kellett bele, hogy tudjátok, mindennek kihozza az ízét, az édesnek is. Meg a citrom héjáról is elmondanám, hogy hát régen nekem az én nagymamám sose rakott bele ilyet. Hát hol volt akkor még ilyen primőráru, mondjuk télen? Ezt meg télen-nyáron készítik, ezt az almás cuccot. Úgyhogy anélkül is, hogyha valaki úgy gondolja, akkor nyugodtan csinálhatja. Ez nem alapfeltétel, ez csak egy kis a mi világunkból származó kis pikantéria. Ha van otthon, van, ha nincs, akkor ezért külön nem kell venni. Én ezt mindig mondom nektek, nem kell ilyen dolgokon fennakadni, és már ameddig beszélek, körülbelül ennyi idő összeállítani a tésztát, mert ez már mindjárt egybe lesz, gyerekek. Azért is igyekeztem beszélgetni közben, hogy lássátok már meg, hogy tényleg ez egy villanás is összeáll, és ha belerakom mind a két kezem, és akkor egybe összegurítgatom, és akkor már mutatjuk is. Látjátok, hát ez most már egy összegben, nekünk már jó is lesz. Na és tényleg ez olyan kis szabad, elronthatatlan tészta. Mi van akkor, hogyha például margarint használtok, vagy a tejfölből 12-es van éppen otthon, vagy egy kicsit lágyabb lesz a tészta, akkor ettől nem kell megijedni sose. Ezt onnan lehet tudni, hogy lágyabb, mint ahogy kellene, hogy a kezetekről esetleg nehezebben jön le. Úgy ragaszkodik. Akkor semmi más nem kell tenni, fogtok egy kis lisztet, nem kell ettől félni. Alkotó eleme, mi bajunk lehet, nem? Soha ne ijedjetek meg semmitől. Mindenre van megoldás. Belevaló alapanyagot teszed bele, akkor nagy bajt nem tudsz csinálni. Főleg az ilyen kis tésztáknál. Na. És akkor már ennyi megoldotta az egészet. Jó.
És akkor veszem is ki belőle. Most már. Ezt is ide. Kész. És amikor ilyen szépen összeállt a cucc, akkor vagy kettőt még mocsorászok rajta, csak éppen ilyen kis buciba összeszedjem csak annyira. Jó. És akkor két felé vágjuk, mert hogy lesz egy alsó és egy felső rész. Na de, mivel hogy én azt mondtam nektek, hogy én most megmutatom nektek azt, hogy reszelve hogy lehet az egyik féleképpen, hogy hogy fog kinézni, a tepsinek az egyik fele, tehát hogyha ti majd úgy készítitek, hogy választjátok vagy az egyik, vagy a másik formát, akkor csak két felé kell szedni, az egyik lesz az alja, a másik a teteje. De én mivel hogy most úgy fogok bánni vele, hogy az egyik felét megcsinálom egyféleképpen, és annak a fele, ez lesz az alja, ez lesz a teteje. A reszeltes formának annak meg ez lesz az alja, ez lesz a teteje. Ezért szedtem most négy felé, és akkor, mivel ezt reszelni akarom, akkor én ezt a fagyasztóba bedobom egy kicsit, addig, ameddig az almát megbabrálom. Hát zacskóba teszem, mert amúgy teljesen mindegy. Hol pakot elfelejtettem venni, tudtam pedig, hogy nincs itthon, csak nem volt eszembe a boltba. De teljesen mindegy. És akkor bedobom a fagyasztóba. Tudom, hogy van olyan, hogy előfordul, hogy nincs benne hely. Na de ennyi időre bármit ki lehet venni, a sima hűtőbe átrakni egy kicsit, aztán addig az nem fog kiengedni, még ha egy fél óráról van szó, meg egy óráról, akkor sem. Ezt a másik kettőt meg csak a sima hűtőbe, ugyanúgy zacskóba. De mondom nektek, ezt most én fópokba raktam volna, csak hát ennyi, amikor az emberek nincsen esze, vagy nem ott jár. Na jó. És akkor utána már csinálom az almát. Tehát amíg pihen a tészta, addig előkészítem az almákat. Az alma az meghatározza, hogy milyen lesz a közepe. Tehát ez fontos. Hogyha valaki édesebb szájú, akkor érdemesebb egy kicsit édesebb fajta almát választani, mert abba kevesebb cukrot kell tenni. Ha viszont a savanykásabbat szereti, akkor mivel hogy édesebb a tészta, amit érdemes is lesz megkóstolni, hogy ahhoz képest érdemes beállítani az ízét, akkor egy kicsit savanykásabbat választani. De ezt lehet kompenzálni egy kis cukorra, mert ha valakinek adott, hogy milyen almája van, akkor nem nagyon lehet válogatni, abból dolgozik, amilyen van. Hogyha édesebb fajta, akkor egy pici citromlével lehet rajta korrigálni, hogy kicsit savanykásabb legyen. Ha pedig savanykásabb van, akkor meg egy kis cukorra. Ennyi az egész, úgyhogy ezt le fogom reszelni, ha megpucoltam, és haladunk tovább. Ha meghámoztuk az almát, nem érdekes, ha maradt rajta egy kicsi, a sült almán is rajta hagyjuk. Abba is vitamin van. Nagyobb méretű almát válasszunk, kevesebb a hullója, kívül is, meg belül is. És ezen a reszelőn kell reszelni. Na, gyerekek, lereszeltem az almát. Akkor most már azzal megvagyunk, majd leírom, hogy mennyi lett. És amit akarok mondani, hogy én ebbe a kis szürőkébe lenyomkodtam a nagy részét, de kézzel is nyomkodtam. Ha valakinek ez nem szimpatikus, akkor húzzon zacskót a kezére, mert ezt a levet megmutatom, nem szabad kiönteni. Azt is megmutatom, hogy miért. Nézzétek meg, mennyi lett? Hát kinek van ehhez szíve, hogy ezt kiöntse lefolyóba? Hát megismérem, már kíváncsiságtól, hogy mégis mennyi ez, amit leöntenénk. Ebbe az almába még semmi nincsen, ez csak a saját leve. Se cukor, se semmi, semmi. Ez csak a lei. Apa, neked jobb a szemed, nézd meg, hogy mennyi. Hát 500 és 750 között van. Na. Hát akkor ez 6 deci lé, gyerekek, magyarul. Amit kiöntöttünk volna a 100%-os almaléből. Na hát ezt nem szabad lefolyóba leönteni. Mindenképpen azt mondom. Ezt majd lehűtve megisszuk. Ebbe semmit nem kell tenni. És akkor még, amit az almával kapcsolatban még mindig mondanék, hogy hát én ezt közben kóstolgattam is, mivel én nem vagyok annyira nagyon édes szájú. Megkóstoltam az almát, és nekem ez egy kicsit, most is megint megkóstolom, hogy hátha változott, kicsit édeskés, pedig ez most ősszel van leszedve, tehát még most friss. Ha ez télen, például az idarat alma féleség, télen használnám, akkor ez ettől még édesebb lenne. Úgyhogy lehetséges, majd meg fogom kóstolgatni, ezt mindenkinek majd javaslom. Az ízléséhez képest, meg az almához képest kell beállítani az ízét. Én ebbe vaníliás cukrot biztosan fogok tenni, meg fahéjért, de azt mindjárt mutatjuk. És akkor beízesítgettem, majd leírom nektek, hogy mit, de tényleg ez almafüggő is, meg ízlésfüggő is, hogy ki mennyit tesz bele.
meg hogy mennyi adaghoz. Tehát, hogy ki mennyi almát szeret beletenni, az attól is függ. Na most az a lényeg, hogy először is a tésztát készítjük elő. Na először is itt van a tepsink, amit ugye vajjal, vagy ha nem, akkor zsírral, ha nem, akkor olajjal. Valamelyikkel, vagy ha se, akkor akinek zsírpapírja van, akkor azt tesz. Ezt kikenegetjük, körbe-körbe. Nem kell hozzá semmi más, mert ez egy zsíros tészta lesz, ez nem fog beleragadni. Nem kell zsemre, morzsa, meg semmi se. Nem kell aggódni. Ha nem tennénk, semmit se ragadna bele. És akkor ezzel a kezemmel, most le sem mosom azért se. Kivettem a tésztákat, mert nem árt neki, semmi baja nem lesz. Már most nincs kedvem állandóan apát ugrándoztatni. Akkor kinyújtjuk a tésztát. Jó, azt a kis felesleges vajat ráraktam. És akkor azért egy kis liszt az legyen. És akkor nyújtunk. Na azt mondtam nektek, hogy én most feláldozom magam, hogy megmutassam nektek a két félét. Tehát az egyik fele, az lesz a sima almásporlós, amit mama is csinált. A másik meg, akinek úgy van kedve, hogy nincs kedve nyújtogatni, meg nem ért hozzá, vagy nincs felszerelése, szerszám, vagy egyáltalán nincs úgy hangulata hozzá, a másik felét reszelve fogom megcsinálni, és megmutatom, hogy ez úgy is működik. És megnézzük a végeredményt, hogy milyen lesz, jó? Az a része még egy kicsit a fagyasztóban van, tehát addig állt a fagyasztóban, ameddig megcsináltam azt az almás cuccot. És akkor ezt, hát törekszek rá, hogy kinyújtsam akkorára, hogy a felét ugye beterítse. Na, akkor az alját megcsináltam az egyik felébe. Sose aggódjatok, mondtam nektek, sose semmi nem kell aggódni, mert mindent ki lehet javítani. Valami nem úgy sikerül, a kezetekre rá lehet segíteni. Semmi probléma nem lehet. Na most itt van a másik fele, amit reszelve fogok csinálni, mert most mind a kettőnek megcsináljuk az alját először. Utána megyünk tovább. Tehát ez meg ezen a fokú reszelőn elkezdjük itt szépen, látjátok? Reszelgetni az aljába. Ez is pont annyi adag, amit bele kell reszelni, mert ez oda való. Pont annyi van a kezünkben, amire szükség van. Tudjátok, mint a gesztenyeprét szoktuk. Na szóval akkor gyerekek, ráreszeltem ide meg a másik felét. Hát ez ugyanúgy fog működni, ha így hagyjátok, akkor így hagyjátok. Én most csak amiatt nyomom meg egy kicsit, de meg lehet amúgy is máskor is. Amiatt fogom megnyomkodni egy kicsit, hogy egy színben legyen most a kettő, mert nekem két fajta dolog van egy tepsibe, és akkor a magassága nem lesz mindegy, hogy egyformán süljön a felülete mind a kettőnek. De egyébként is meg lehet nyomkodni, tehát az alját elkészítettük. Akkor most jön az, hogy megcsináljuk az almának az ízesítését. És akkor a reszelt almát ízesítgetjük. Na hát, akinek egy kicsit túl édes az alma, annak javasolnám a citromlé használatát, de csak kinyomkodás után, és még talán azután is egy kicsit nyomkodnám, mert hogy az a lé, az, vagy ha csak keveset kell beletenni, de az a lé az ne legyen már, ne jelentkezzen ott benne az aljába, de hogyha keveset tesz, akkor nem mérvadó. És akkor erre megy fahéj. Hát nem kötelező, az almának kifejezetten fűszere jót tesz neki, de aki allergiás rá, vagy nem tetszik neki, akkor nem tesz. Ez egy olyan teáskanálnyi legalább, de azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a fahéjnak nagyon sok jótékony hatása van, tehát aki szereti, az ne sajnálja, úgyhogy én most egy kicsit megszólítom. De amúgy a teáskanálnyi elég, mert ezt magában nem nagyon tudja az ember mivel megenni. Na egyszer. És akkor egy vaníliás cukrot mindenképpen beleteszek. Itt jön még ezen kívül az, hogy milyen féle almája volt, édes volt, vagy savanykás, vagy milyen az ízlés, vagy édesebben szereti, vagy savanykásabban. Akkor ahhoz képest ezt meg kell kóstolni. Itt van a kis tészta. Azt is meg kell kóstolni, hogy mennyire édes, és ahhoz képest hogy tudod elképzelni, mert ez létezhetetlen, hogy valaki ezt nem tudja megkóstolni, mert attól, hogy ez nyers, a nyers almát is megesszük. Tehát ízesítve meg főleg meg tudjuk kóstolni, tehát ennyi fáradtságot érdemes venni, mert ez ugyanolyan ízű lesz majd a tésztába is. Tehát ez azért mondom, ez egyénileg függő. Meg alma függő, meg ízlés függő. Én is most megkóstolom. Attól függetlenül, hogy én most hiába írnám le a végén, hogy én mennyit tettem, az az én ízlésem, meg az én almámhoz képest olyan. Úgyhogy én ezt úgy értékelem, hogy ez igazán édeskés, úgyhogy én ebbe ilyen kis csipet, tehát amit a kezemben felvettem, ennyi. Nem is mérem. És elég lesz. Pedig én a savanykásabbat azért választottam úgy, mert ilyen ősszel még nem olyan édes az idaret.
Hát egy delicset semmiképpen nem raktam volna bele. Na majd ti azt kiválasztjátok, ahogy ti szeretitek. És én úgy vagyok vele, hogy már meg se kóstolom, hanem tesszük is a tésztára. Hát ez különösebben nagy levet nem fog már eleszteni, mert úgy kicsavartam, hogy használjuk azt a lét is, mert hát 100%-osan hő még, amit nem ért, az annyi vitamin. Tehát ha mégis jön neki esetleg egy kis lé, akkor egy nagyon kicsi zsemlemorzsával megelőzzük, hogy felszívja. Tudom, vannak olyan tájegységek, ahol dióval is készítik, például az is, a darádió is felszedegetni ezt a felesleges nedvességet. Hát én olyan sokat nem gondolnék arra tenni, mert hogy én igazán kicsavartam, meg szerintem az rendesen ki van csavarva az az alma, olyan sok lé ott már nem jöhet. Mondjuk ki mennyire van kondiba? Ez attól is függ. Na és akkor tesszük rá az almát. Szépen elosztogatjuk. Tudjátok, hogy én a kezemmel szoktam. Úgyis meg van mosva, nálunk nem probléma az ilyesmi. Aki mással, az majd mással csinálja, mondtam már máskor is nektek. Ne ezzel foglalkozzatok most, nem ez a lényeg. Na. Kis jó rezgésbe leviszünk. Az biztos, hogy az sose árt. Oké. Na és akkor nyújtjuk rá a cuccost. És akkor, amit még nem mondtam, hogy aki valami édesítővel szok tenni, vagy amilyen cukrot, barna cukrot, bármilyet, amit használ, azt használjon. Nem fontos éppen szimpla cukrot. Úgyhogy most már tetejére készítem az egyik felére ugye a sima, a másik felére a reszeltet, és akkor a készen lesz, mutatjuk. És hogyha megvan ez a fele is, akkor reszeljük a másik felére a másikat. Hát én elmondanám nektek, hogy majdnem összetévesztettem, mert betakartam, és nem tudtam, hogy melyik alatt van. Úgyhogy meg kellett fordítsam az egészet, ezért vannak itt ilyen darabkák, de most ez mindegy. Ide meg ráreszeljük a maradékot, és utána lekenjük, és mutatom. Na és látjátok, így néz ki most belereszelve, kicsit magasabb, mint a másik. Kicsit lejjebb nyomkodom azért, amiért mondtam nektek, hogy egyforma magas legyen, nehogy nekem ez már égjen megfelé, színbe másabb legyen. Hasonló magasságú legyen, azért nyomom le, hogyha ti csak reszelitek, akkor ezt nem fontos alkalmazni, maradhat úgy is, de le is nyomkodhatjátok, teljesen mindegy, kész. És akkor tudjátok, maradt egy tojás fehérjénk, hát most dobjam ki, hát nem fogom kidobni. Ezt egyébként az én nagymamám sose kente meg semmivel, mégis tökéletesen működött. Na, van, aki tojás sárgájával, van, aki csak sima vízzel, van, aki például tejjel kenegeti meg, én most fehérjével fogom ezt a részt, egy kicsit megszurkálom azért, de tudjátok, hogy miért kell, mert hogy gőz fog képződni ott az alma miatt, és az tudja már kijönni. Jó, mert úgy maradt porhanyós a tészta. Ne puhítsa felfelé, mert nekünk az lényeges, hogy roppanós legyen, és az is fontos, hogy ki tudjon jönni, ahhoz ez kell. Na és akkor ezt lekenegetjük, de lekenem a másikat is amúgy. Azt amúgy nem fontos, de ha már így van, ez megmaradt, akkor lekenjük. Én ezt felkavartam, hogy álljon egybe, és akkor ezzel lekenem. De ha nem kenném le, akkor is tökéletesen működne. Na, meg is vagyunk. Kész, és akkor ezt én be fogom tenni 180 fokon, alsó-felső sütésre, úgy legalább 30 percre, de ellenőrizni kell, mert van, akinek olyan a sütője, hogy 30 perc elég, van, akinek meg sok is, nem valószínű, azért annyi biztosan kell, de van, akinek 40 percre is szükség van, úgyhogy ezt meg kell nézegetni. Úgyhogy betesszük sülni. És mutatjuk, ha kész lesz. Na, akkor készen van, gyerekek, már is veszem ki. Nézzétek! Milyen szép. Hát és azért azt elmondanám nektek, hogy amit ti nem éreztek, de hogy érezzétek meg. Érzékeltetném, hogy belengi az egész konyhát ez az illat. Először is, amikor lenyitom, hát már amúgy is le se kellett nyitni, de amúgy is, ha lenyitom, vagy ha nem, először a citromnak az illata, amit a tésztába tettünk, az járta át az egész lakást, hát az imádnivaló. Utána jött az alma, meg a fahéj, hát együttesen meg egy csoda. Úgyhogy én most ezt kivettem, nézzétek, milyen szépen megsült, tulajdonképpen egy 45 perc kellett hozzá, megmondom őszintén. De van, aki fogja ezt tudni 40 perc alatt is, vagy 35, ezt meg kell nézegetni, mert a teteje elárulja, hogy mikor van készen. Hagyjuk pihenni, és akkor már csak tálalunk. Na akkor megvágtam, meg akarom mutatni nektek, hogy ez az a fajta, amit reszelősből csináltam, ez meg ez. Ez a másik kettő, meg a sima forma. És akkor
még a tálaláskor egy kis, vagy sima porcukorral, vagy vaníliás porcukorral megszórjuk egy picikét a tetejét. És így tálaljuk, nagyon finom, úgyhogy javaslom mindenkinek, készítsétek el. Annyit szeretnék elmondani, hogy egy 2 kilónyi almát vásároltam, és abból, amire meghámoztam, kivágtam a csumáját, lereszeltem, kinyomkodtam a levét, akkor ára 1 kilónyi maradt helyjel közzel belőle, amit simán már tudtam használni. Úgyhogy mindenkinek jó étvágyat kívánok, aki elkészíti. Sziasztok!